Kedves hallgatók, ez itt tehát a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 58. része. Időnként előfordul az, hogy állandó vendégünk Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke nem tud itt lenni, hiszen egy másik rendezvényen van, egy olyan rendezvényen, ami azért Cegléttől egy picit távolabb esik. Így van ez most is, de természetesen mióta Beál bácsi föltalálta a telefont, azóta ilyen problémák nincsenek, úgyhogy most telefonon fogunk értekezni Dáviddal. Kedves Dávid, szervusz! 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 Hű de visszhangos. Nem tán Tihanyban vagy? De, Szaki, pontosan itt vagyok. Fó, Tihanyban. Akkor így eltaláltam, milyen ügyes vagyok, nagyszerű. Na hát köszönjük szépen, hogy így a Tihanyból is azért rendelkezésünkre állsz. Na, szóval Tihanyban zajlik most egy konferencia sorozat, vagy nehéz is ezt meghatározni, nevezték ezt már Szabad Egyetemnek is, de inkább beszélgetések és fejtágítások sora, ami ott zajlik, és azt hiszem, hogy nem véletlen vagy ott ezen a helyszínen, a Transit nevezetű rendezvényen. Ez a Transit Fesztivál, így ahogy mondod, és lehet konferenciának is nevezni. A rendezvény saját meghatározása szerint politikai fesztivál, illetve a politikai évad nyitó, így szoktak rá hivatkozni, de ez egyben egy közösség is, egy erős közösség építés is zajlik itt. Igen, a politikára gondolunk, ugye, tehát itt nem pártpolitikáról van szó elsősorban, hanem akár gazdaságpolitika, stb. Tehát ami összefügg a politikával, minden összefügg a politikával nyilván, de itt nem pártrendezvényről van szó gyakorlatilag. Nem párt szervezi, hanem a Kommentár Alapítvány, de ez annyiban például mindenképpen különbözik egy szakpolitikai konferenciától, hogy nem csak szűken vett szakpolitikával, gazdaságpolitikával foglalkoznak itt, hanem bizony kultúrpolitikával is, külpolitikával, geostratégiával, vagy éppen sporttal, sportpolitikával, agrárpolitikával, és egyébként van ebben világnézeti rész is, ha megnézi valaki a programokat, akkor itt bizony szóba jönnek olyan témák is, amik a pártpolitikában meghatározóak, például Magyarországon. Többek között a különféle politikai oldalak értékei és érdekei. Igen. De sokrétű a rendezvény, mert például ma délután rövidesen 5 helyszínen egészen este 6-15 beszélgetés. Persze ezek között van olyan, ami konkrét vita, hát ahol mondjuk a kormánypárti szereplő vitázik, mondjuk egy kritikus, vagy éppen ellenzéki, vagy egykor ellenzékhez tartozó szereplővel. Úgyhogy nincs ebben semmi titkolnivaló. Nyilvánvalóan a Kommentár Alapítvány az a kormánypártokhoz közel álló szellemi műhely, és ezt soha nem is tagadták, de lehetőség van vitára is. Hát itt a Transiton például az egyik, amit szeretek, hogy itt lehet érveket ütköztetni, és többféle nézőpontot megnézni, meghallgatni. Igen. És mindenki eldöntheti, hogy hozzá mi áll közelebb. Igen, ez azért is fontos, ugye, amit már nem egyszer megállapítottam én is, hogy például a településfejlesztés szempontjából, hogy minden is a településfejlesztéshez tartozik, és ezek a témakörök, amiket most felsoroltál itt, tényleg a beruházásoktól a sportig minden, mind hozzátartozik, és ezért is lehet számodra többek között egy érdekes rendezvény, ugye? Így van, hiszen most nagyon is összefügg sok minden a családpolitikával, és azon keresztül itt többek között, például a lakáspolitikával, a lakhatással, ami a következő évek, és egyébként az aktuális jelen napjainknak az egyik legfontosabb kérdése, mind a fiatalok, mind az idősebbek számára. Bizony. Ez az, amire például a városokban megoldást kell találni. Azokban a városokban, ahová költöznek az emberek. Igen. Nem egyszer beszéltünk már, ugye pedzegettük ezt a témát, és nyilván ez is föl fog merülni majd itt, és azért érdekes vélemények jöhetnek majd erről az oldalról, arról az oldalról, különféle megközelítésekből, és hát bizony ez egy napi aktuális kérdés, ugye? Így van, ezért is én 2-kor már bejelöltem, hogy melyik beszélgetésre fogok menni például. Konkrétan lesz egy olyan rendezvény, ami arról szól, hogy életutak a nagyvárosban. Itt a Szent Király Alexandra, Böröc László, az első kerület megválasztott polgármestere is ott lesz.
és elmondja, hogy miket gondol erről. Nyilván településfejlesztési szövetség elnökeként nekem az ilyen városi témák elsősorban szinte mondhatni kötelező irodalom. Igen, fontos, mert ott elhangozhatnak olyan dolgok, hogy gyakorlatilag szinte mindegy, hogy egyetértesz vele vagy sem, attól függetlenül fontos tudnod, hogy ezek a nézetek mennek most itt ebben a témában a világban, vagy éppen itt Magyarországon. Így van, és ha a hivatalos program után nézünk a szünetekre, az étkezésekre, esti programokra, akkor azért azt el kell, hogy mondjam, hogy azok is ugyanolyan fontosak, hiszen itt a Balatonparton nagyon sok olyan beszélgetés zajlik, aztán, ahol közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan érdemes mondjuk egy szakpolitikai kérdésben erre vagy arra menni, milyen irány lehet jó itt Magyarországon, mi az, amivel érdemében lehet segíteni az országot, és nagyon sok ötlet, vélemény cserél gazdát itt minden évben. Igen. Úgyhogy ezek a beszélgetések ugyanolyan fontosak. Pontosan, és ugye az is lényeg, hogy ilyenkor kapcsolatok is teremtődhetnek, vagy erősödhetnek meg éppenséggel. Tehát nyilván ez nem csak erről a néhány napról szól, hanem akár egész éves vagy több éves programokban is. Azokkal az emberekkel, akikkel itt most megismerkedsz, vagy megerősíted a kapcsolatodat, a későbbiekben remekül lehet együtt dolgozni, és ezekhez is fontosak az ilyen rendezvények. Így van, és erre volt is már példa, hogy valamilyen szakpolitikai kérdésen együtt lehetett dolgozni. Itt nyilván sok ismerősöm van már, hiszen különböző helyeken találkozunk, konferenciákon, szakmai rendezvényeken, vagy éppen valamilyen közös projekten. És hát különösen egy szakmai szervezet, egy országos szakmai szervezet vezetőjeként muszáj, ez hozzátartozik a munkaköri leíráshoz is, hogy az embernek kapcsolatokat kell építenie. Igen. Hát ez teljesen természetes dolog. Azzal együtt is, hogy amellett, hogy egy országos szervezet vezetője vagy, azért bevallottan és sokszor kinyilvánítottan ceglédi is vagy. És azért... Mindig elsősorban ceglédi. Igen, és hát ugye erre azért sokszor utalunk, és tulajdonképpen most ott megy Tihanyban ez a Transit nevű politikai műsor, és akkor ez miért jó nekünk ceglédieknek tulajdonképpen? Mit tudunk mi ebből esetleg profitálni, akár éppen általad? Itt azért sok minden olyan információ elhangzik, struktúráltan, nagyon koncentráltan, 3 nap alatt gyakorlatilag, amit egyébként összeszedni talán lehet, hogy hónapokba is telne. Aha. Az, hogy én mondjuk tudom, hogy a különféle minisztériumok közlései szerint milyen fejlesztési programok várhatók, hogy fognak megjelenni, vagy éppen az, hogy például lakhatási kérdésekben milyen irányban tart a közgondolkodás, az abban segít, hogy jobb projekteket tudunk akár helyben is generálni, mondjuk a Településfejlesztési Szövetséggel, vagy egyéb partnereinkkel. Például olyan dolgokról, igen. És ez azt jelenti, hogy ezek mondjuk nagyobb eséllyel nyernek. Így van. Így, hogy mondjuk az értékelési szempontrendszerhez jobban illeszkedő projektjavaslatok vannak. Nem mindegy, bizony. Így van, és egészen konkrétan mondjuk, aki a Településfejlesztési Szövetséggel együtt működik, az mondjuk sikeresen hozzá tud jutni valami olyan projekt eredményhez, mint például tudod annak idején a hulladéklerakók felszámolása, ahol a mi környékünkről például Új-Szilmásabony és Nagykőrös volt benne, de most előkészítés alatt van egyébként játszóteres pályázatunk is. Szóval egészen konkrétan lefordítva, hogy egy országos szakmai szervezetben a kapcsolatépítés és az információk összegyűjtése, összerendezése mit jelenthet helyben. Most az egészen konkrétan sokszor azt jelenti, hogy hamarabb tudnak megvalósulni fejlesztések. Mert jobban képben vagy. Partnereinél. Jobban képben vagy, ugye, folyamatosan. Ugye, ez abszolút nem mindegy. Bizony.
Na, szóval mennek a rendezvények most a következő napokban, és nyilván ott leszel majd jó páron, és szerintem biztos, hogy még egy utólagos kis recenziót majd tartunk erről a rendezvényről, lehet, hogy a jövő héten, bár nem merek semmit ígérni, mert sose tudni, hogy milyen témák jönnek még, ugye a következő héten, de most mi az, ami még a hátralévő részből téged úgy igazából nagyon-nagyon érdekel? Azon túl, amit említettem, ez az életutak a nagyvárosban, ahol én szerintem mindenképpen meg fogok jelenni, az biztonságpolitikai téma, mert jelenleg itt ugye Közel-Kelet, illetve az orosz-ukrán konfliktus, az mindenképpen érdekel. Azon kívül én úgy gondolom, hogy az élelmiszer árak az fontos kérdés, az élelmiszer ipar helyzete, hiszen azért, ha csak ceglétből indulunk ki, aminek vannak agrárhagyományai, de a lakosság nagy része már nem az agráriumból él, de nagyon fontos egy település fenntarthatósága, az ellenálló képessége, az, hogy maga az élelmiszert hol lehet megtermelni, mennyire messzire szállítani, és mi mennyire tudunk eljutni a feldolgozás folyamatában. Hát nagyon fontos lesz az nyilván, hogy ennek a tihanyi találkozónak milyen lesz a visszhangja, ha már visszhanggal kezdtünk annak idején, és biztos, hogy lesz visszhangja, mert ezek vissza fognak köszönni majd. Akár egy-egy kisebb település, egy nagyobb település, egy országrész, vagy akár a fél ország, vagy az egész ország tekintetében. Ezek nagyon fontos témák, és hogyha ezeket nem rágjátok le rendesen, akkor azért sokkal nehezebb előre haladni. Ez nagyon fontos, de azért nem csak ezek a komoly témák vannak, hát láttam a programban olyat is, hogy van esténként DJ is jön, és lehet menni diszkózni, tehát ilyen lehetőségek is vannak ezen a találkozón. Így van, itt lehet egyet táncolni, aki már nagyon érzi magában a ritmust. Mivel én szeretek sokat beszélni, ezért engem kevésbé lehet a táncparketten megtalálni, én általában beszélgetek. Aha. Amellett, hogy táncolni is szeretek, de itt ilyen helyen én minden lehetőséget kihasználok a beszélgetésekre. Nagyon fontos. És hál' Istennek az elmúlt percekben meg éppen engem tiszteltél meg ezzel, és velem beszélgettél. Folytatjuk majd, valószínűleg már akkor szemtől szemben itt a stúdióban, de aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Nálad sosem lehet tudni, lehet, hogy éppen Texasban leszel, vagy Új-Zélandon, de ettől függetlenül meg tudjuk oldani, most már technikailag ennek semmi akadálya nincs. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor további kellemes épülést kívánunk ott a Tihanyi Transit Fesztiválon, és várjuk majd azért az értékelést, amikor már az egészen túl vagyunk. Szerintem jövő héten mindenképpen szólunk erről majd, jó? Köszönöm szépen, nagyon várom már, hogy hazamenjek Ceglédre. Mi is várunk itthon, szeretettel. Minden jót! Kedves hallgatóink, Szebeni Dáviddal beszélgettem.